Mint egy labda, ugrálnak, mint egy bolha. Színesek és csíkosak, mint egy szivárványos nyalóka. Van köztük nagy, kicsi, vékony dagi, és olyan, aki néha csuklik. Heten laknak egy kupacban, ők a kuflik. A világ első kufli zenekara. Csodaszép, kora nyári reggel volt. Könnyű szél susogott a frissen zöldült fűben. Madarak csirpegtek a bokrok ágain, bogarak zözögtek a levegőben. Csigák szuszogtak, ürgék hümmögtek, cickányok ciccegtek, vakondokok hahotáztak, petymegek daloltak, kétfejű lepkehalak jódlisztak mindenfelé. A távolban meg mintha egy zebra pinty köszörülte volna a torkát, bár lehet, hogy az valaki más volt. Mennyire jó kedve van ma mindenkinek, mintha egy nagy, boldog kórus dalolna a réten. Szépen mondott, pofánka! Mit szentett elismerően Titus? Kár, hogy mi nem tudunk se csirpegni, se zözögni, se ciccegni, se semmi effélét. Nyávogni azért megpróbálhatnál. Dugta ki a fejét lakó üregéből Zödön. De vissza is bújt, mert Titus azonnal hozzávágott egy nagyobb acska kavicsot. Hé, én nem kavics vagyok, hanem egy pacok! És ha énekelnénk? Te könnyen beszélsz, Hilda, neked szép hangod van. De ha én próbálom meg, attól leszakad az ég. A rétlakok pedig menekülőre fogják. Hát igen! Mi kuflik általában nem az ének hangukról vagyunk híresek. De hangot adni másként is lehet. Olyan mindenféle... ízékkel is. A hangszerekre gondol? De nekünk nincs semmi ilyesmink. Ha csak az ajtócsengőn nem számít hangszernek. Szerintem akármi jó lehet hangszernek. Ez az. Nézzünk szét a réten, és mindenki keressen magának valamit, amivel érdekes zajt lehet csapni. Zseniális ötlet. Indulás! Régi szokásuk szerint minden kufli más irányba indult. Ezt én nem értem. Fogalmam sincs, hogy melyik zaj számít érdekesnek. Dünnyögte Zödön, de azért ő is a többiek után szögdécselt. Közben pittyektek a pintyek, zsurmékoltak a zsurlók, bömböltek a bölömbikák, nyíttak a nyüvek, vinnyogtak a virágok, csirpogtak a csirkék, és cingtek a cingárok szerte a réten. És akkor a következők történtek. Hilda talált a fűben egy körömreszelőt. Majd megpengette a körmével. Titus elugrált egy kidőlt ding-dong fa mellett. Hoppá! És megkopogtatta az oldalát. Béla bá épp a szélfúta kalapját kergette, amikor megbotlott egy rozsdás bicikli kerékben. Locsa! Dünnyögte, és végighúzta botját a küllőkön. Valéra derékig érő tyúknyák fűben szögdécselve nekiment valaminek. Na, egy valami! Pofánka dudorászva ugrándozott egy ligeten át, amikor meglátta egy kattogó gyík levedlett bőrét. Fúj, de undi! Zödön egy kövecses lapájon kóborolva... Jé, ez micsoda! Hát nem is tudom. Két jókora likacskőre lett figyelmes. Ezeknek vajon érdekes hangjuk van? Tűnődött magában. Nem tudom, de azért hazaviszem őket.
Mi ez a lét? Egy szeméttelep? És Fityirc, hát ő egyelőre csak téblábolt erre-arra. Mikor a többiek hazaértek, kirakták a kupac tetejére szerzeményeiket. Na, Barzos, igen! Ahogy nézem, ti lesztek a világ legfurább zenekara. De ekkor megérkezett Fityirc üres kézzel. Te nem találtál semmit? Dehogy nem! Megtanultam, ott utánozni a zsákfejű béka délelőtti ummogását. Tartsunk egy próbát! Javasolta Titus. Azt mondom, egy, két, há, mire mindenki kezdjen zajongani a hangszerével. Egy, két, há! Kiáltotta Titus, mire az összes kufli lármázni kezdett a hangszerével. Olyan hangzavar támadt, amiért még soha nem hallott az elhagyatott rét. A zajra mindenki odagyűlt, aki csak élt és mozgott a környéken. Ez meg micsoda? Kérdezte az egyikük. Ez nem más, mint a csak hamar világhírű Kuflikupac kis együttes meglepetés koncertje. Nekem bejött? Játszanátok még? Kérdezte egy siketfajd. Szívesen, de örülnénk, ha ti is velünk zenélnétek. Jó! Egy, két, ká! Vezényeltünk már harmadszor Titus, mire az összes jelenlévő belekezdett. Amiben csak tudott. El is határozták, hogy azonnal csinálnak egy zenés felvonulást, keresztül az elhagyatott rét. A kuflik és a rétlakók hangja, mint egy vidám nap emléke, még jó sokáig ott lebegett, az alkonyodó rét felett. Na végre már, hogy elmentek.